Szépen lementsük, és utána aztán a YouTube-on visszanézhetitek Na, az jó. az előadást, jó? Valakinek kérdése van esetleg? Az kérdezhet, persze. Megírjátok a kérdést e-mailbe, jövő héten megint lesz, labor, megint beszélgetünk. Az volna most a cél, igaz? Én adtam nektek házi feladatnak, hogy csináljátok egy ilyen PG összeadót, és csináljátok egy PCL modult. Igen, a Ez múlt. megvan nektek? Igen. Ez, amit én Igen, megvan. elkezdtem, Még a múlt hétre igaz, volt ez. elkezdtem ide felrajzolni. Hát AB keri, szumma PG, ez a PG összeadó. Igen. Néhány adunk. Három bemenet, két kimenet. Meg inputok, ezek outputok. Így. És képleteket tudjátok, igaz? Szem. A-B. Ebben fájlból nem, de... Semmi gond. Azt mondja, Csorbán Ádám. Az kollégátok. Engedjük be őt is. Oké, akkor a pillanat. Hát igen. X-O-B. És a Keri in. A. MB. Ez működik nektek, és le is van futtatva a szintézis? Ez igen. Oké. Okay. Na most akkor emellé Igen. kellene a másik modul, a PCL, a Parallel Carry Logic modul. Közben én is elindítom itt a Syrinx-et, és akkor megosztom veletek. Együtt fogjuk csinálni a projektet. Syrinx Design Suite, jó. A másik modulnál hozzuk ezt is fel. Ennél több ki és bemenet lesz. Ez lesz a PCL-DHT. Ez számítsa ki a párhuzamosan a túlcsordulásokat. G0, P1, G1, P2, G2, P3, G3, ezek a bemenetek. És a carry 0, carry 1, carry 2, és carry 3 a kimenetek. Ez a PCL modul megvan nektek? Igen, megvan az is. Ahó. Mindenkinek? Igaz, itt nincs hol, mert van. Az architektúrában, hogy a Keri 0, akkor képlete van egyszerűen G0. Akkor a Keri 1. Ki tud segíteni Keri 1-nek a képletével? Nyitod meg a Syrinx-et. Mondom, hogy diktáljon a valamit. G1 vagy G0 és P1. G0 és az M igaz P1. Igen. Akkor jön a Keri 2, ha lássuk, ha ide írom, az még úgy nézem, hogy látszik. Keri 2, az hogy nézett ki? G2, vagy? Vagy G1 és P2. G1-es és P2, vagy? G0, P és P1 és P2. Mondjad még egyszer, nem volt. Hangosabban. G0. És P1 és P2. P0, M, P1, M, P2. Oké, okay. Akkor még van egy kerít,
lássuk, hogy, hogy írjuk fel. Ezt ide fogom írni fölül, mert ott lent akkor már nem biztos, hogy fog látszani. Keri 3, ez lesz a leghosszabb kifejezés. G3, vagy G2B3, G2M, B3, vagy G1, B2, B3, G1M, B2M, B3. Úgyhogy elfordítjuk, hogy a képlet látszódjon, és még van egy tag. Az utolsó tagban jön G0, és sorban az összes P, igaz? M. G1, M, G2, M, B3. Rendben van? Hát az architektúrában ez a négy sor kellett bekerüljön. Na most, ha ezek a modulok megvannak, ezekre le kell futtassátok a szintézist. Igen, az megvan. De azért lefutatom még egyszer. Biztosan biztos. Na. Na most akkor. Azt mondjuk, hogy present now. Megosztom veletek az én Siemens képernyőmet. Tehát gyorsan én is megcsinálom ezt a két modult. Ez a projekt végül is egy ilyen 4 bites összeadó lesz. Tényegében, amit előadásra vett? Igen. Azt a rajzot fogjuk megcsinálni, amit az előadáson vettünk. A négy összeadót, és kétféleképpen szeretném a mai órán ezt megcsinálni. Az egyik az, hogy megrajzoljuk, szkematik segítségével. A másik pedig az, hogy leírjuk VHDL modulként, tehát teljesen leprogramozzuk. Jó, rendben. Programozzunk? Hát jó. Oké, akkor itt a beállításokat gyorsan végezzük el. Spartan 3E, CP, VADL, tovább megyünk. Igaz, és nektek akkor megvan az első VHDL modulotok. Úgy hívják, hogy PG összeadó. P és G. Az utolsó három az kimenet. Felejtsem el itt áttenni. Next finish. És írjuk be ezt a három sort, amit a táblára is írtam. Tehát a szumma egyenlő A XOR B XOR C IN P, ezt hozzárendeljük A XOR B-t, és a G-hez hozzárendeljük A AND B-t. Lementem, és futtatom a szintézist. Process synthesize XSD completed successfully. És akkor a design utilitiesből ti is csináljátok szimbólumot belőle. Create schematic szimból azért, hogy majd a rajznál, a 4 bites összeadónál fel tudjuk használni. Igen, igen. És akkor jön a második modul, az is egy VHDL modul lesz, az a neve, hogy PCL, Parallel Carry Logic. Van jó sok bemenet. G0-val kezdtük, hogy pont úgy írjam, mint a táblán. P1,
G1, G2, G2, G3, G3, jönnek a kimenetek, carry 0, az out, carry 1, és kimenet, carry 2, és carry 3-as. Jó, megvan, ez is generálva. Itt vannak a bemenetek, kimenetek, és akkor az architektúrával igaz, be kell írni azt, hogy carry 0 egyenlő a G0-val, carry 1 az egyenlő G1 vagy G0 és P1, A0 and P1. Az, ezek a képletek, ezek az előadásból származnak, ott le voltak vezetve. Igen. G2, G2, for. Igen, P2. Így. For. G0. P1, P2, az utolsó, carry 3, P3, vagy, P2 és P3. Ezek a képletek egyenlő minden index. Vagy levetted most? Nem, most nem, most látod a hangot. Nem. Mit kell valójában? Nem tudom, adok a hangot. Na. Az utolsó tag G0, end P1, end P2, end P3. Na megvan ez a modul is. Most, hogyha ezt a modult is szintetizálni akarom, akkor a szintézishez ő kell legyen a top modul. Kiválasztom itt, hogy set as top modul, és futhat a szintézis. Jó, és egy pár másodperc megvan a VCL is, és ebből is csinálunk szimbólumot. Eddig mindenkinek igaz, ez megvan, ez a két modul, és megvan a schematic szimból is belőle, akkor a harmadik lépés, létrehozzuk a schematicot, igaz? New source, a kapcsolási rajzot fogjuk megrajzolni, a kapcsolási rajzát ennek a 4 bites párhuzamos túlcsordulás számolónak. Azt fogjuk mondani, hogy a PCL összeadó, mit tudom én, 4 bit, ez legyen a neve. Arra ügyeljetek, hogy nehogy ugyanazt a nevet adjátok, hogy PCL, mert akkor konfliktus generálódik a két modul között. Megnyílt nekem ez a rajzoló felület, és itt a szimbólumoknál meg kéne kapjam a PCL-et, és meg kéne kapjam a PG összeadót. A PG összeadóból kell 4 darab. Most, hogy így elegáns legyen a rajz, akkor a 4 összeadót egymás alá teszem. Kicsit kinagyítom még, hogy lássátok jobban. Igaz, mert a 4 összeadónak a P és a G lábai, azok be kell jöjjenek ide a PCL áramkörnek a P és G bemeneteire. És utána a carry-ket, azokat így vissza fogom csatolni a PG összeadóknak a bemeneteire. Ha kell egy rakás bemenet és kimenet, igaz, az A, a B, mindegyik PG összeadónál ezek bemenetek, ide adjuk be a két összeadandó számot.
Ezeket nevezhetem is szépen már át. Legyen becsületes nevük. Kezdem a legkisebb helyértékkel A0. Másik számnak a legkisebb helyértéke B0. Látszik, amit rajzolok? Igen. A1. Következő helyérték. B1 igaz, a B számnak a második helyértéke. Jó. Utána jön A2, B2. A3, B3. Ezeket kell majd használni az UTF állományba, amikor fel kellene töltsük igaz az FPGA-ra, de sajnos ezt nem fogjuk megvalósítani online. Akkor utána ugyanilyen IO markerek jönnek a kimenetekre, ide a szummákra, ez lesz a szumma 0, szumma 1, szumma 2 és szumma 3. Szépen ezeket is átnevezem. Tehát az összeget megadó bittek, legkisebb helyértéktől a legnagyobbig. Jó, és akkor veszem ezt a wire, kicsi ikont. Az első P, az a P0, az nem lesz bekötve, mert ha megnézitek a képleteket, igaz? A képletekben egyáltalán nem szerepel itten a P0, egyikben sem. Ha itt végfuttok rajta, P1-es, P2-es, P3-as, az szerepel, P0 nem. Tehát azt jelenti, hogy ez not connected, vagy unconnected, tehát nem lesz bekötve. Akkor kezdem minden a G-től, igaz? G0-t. Bekötjük a G0 pozícióba, akkor P1, az mehet egyből a P1-be. G1 a G1. Tehát a következő az lesz a P2. Ez lesz a G2. Most már látjátok, hogy miért tettem ezeket egymás alá, igaz? A PG összeadókat. Hogy ne keresztezzék ezek a szálak egymást, tehát így a legkönnyebb bekötni. P3, G3 is be van kötve. Oké. És akkor még vissza kell csatoljam a keriket, a túlcsordulásokat. Na most itt a kerinél, a legkisebb helyértékű bitnél, A0-t, B0-t, amikor összeadom, azt mivel adom össze? Nem mondja meg senki? Nézzétek meg, amikor a két számot én össze szeretném adni. Már többször felírtam nektek, akár az előadáson is. Mondjuk ide a szélére fogjuk a táblán. Így néz ki a két összeadó szám. A0, A1, A2, A3, és össze akarom adni B0, B1, B2, B3. A0-t és B0-t összeadom, igaz, oda egy fél összeadót használtunk csak. Tehát megkapom belőle az F0-t, túlcsordulás nincs ahonnan ide kerülni. Értető? A1-et B1-el, mikor összeadom, oda már az első helyértéknek a túlcsordulását figyelembe kell vegyem. Ide a keri 1-et kell figyelembe vegyem, ide a keri 2-t kell figyelembe vegyem, megkapjam S2-t, S3-ot. És akkor ennek a kerije, a keri 3, az lesz az S4. Egyenesen semmiféle összeadást nem kell végezzek.
Jó, na, miért nem lehet ezt a Sphinx-et megmutatni? Oké, megjelent megint az áramkör. Tahó. Uninak nincs hangja. Inti, hogy nem. Neki nem jelent meg. Tehát így, mikor én a Sphinx-be vagyok, meg kéne jelenjen az áramkör. Látszik? Nem, most nem. Érdekes, valám, akkor még egyszer próbáljam meg. Present a window. Share. Na, még egyszer megosztottam. Na, így most látszik? Igen. Na, tehát mit kéne kössek ide az A0, B0 mellé kerénynek? Hát egy zérós, nem? Mert semmit nem kell hozzáadjak. Itt a szimbólumok között van egy olyan könyvtár, hogy General. Abban a GND-nek hívják, a Groundot. Előveszem, most bekötöm, tehát zérót kötök az első kerire. Carry in, zéró, az a legkisebb helyértékű bitnél az nem kell legyen bekötve, és akkor innen arcfele az A1, B1 mellé bekötöm a carry zérót. Így. Akkor az A2, B2 mellé visszaviszem a carry egyet. Nem nagyon tetszik, hogy hol vitte, de meg lehet módosítani. Így. Utána az A3, B3-mal a carry 2-t kell összeadjam. Ezt is egy kicsit össze-vissza húzta be, de elrendezem még a kapcsolást. Így, hogy látszódjon tisztában a dolog. Tanárul nincs összekötve. Nézem, hallássuk, igen. Neked honnan lett hangod? Varázslat. Bekapcsolta a mikrofonját. Oké, okay. Most már bevont. Jött a wifi. Tehát látszik, igaz, hogy a carry zero megy vissza az A1-B1-jel, a PG összeadóba a carry 1, az megy az A2-B2 bittekkel, a PG összeadóba a carry 2 megy az A3-B3-mal, és mit csinálunk a carry 3-mal? Az a summa 4. Az lesz a summa 4. Teszek ide egy darab ilyen összekötő húzalt, és egy IO markert rá. Az lesz az S4. Így. Át van nevezve, és akkor meg vagyunk a kapcsolási rajzzal. Így volna az a teljes kapcsolási rajz. Van ez az első PG összeadónak a P kimenete, az nincs bekötve, ezért majd amikor a szintézist végezzük, fogadni egy valami ilyen warningot, tehát egy figyelmeztetést. Nézzük meg, hogy visszajövök ide, PCL 4 bit, ez kéne legyen a top modul, hogy most tudjam őt szintézis alá vetni. Oké, és látjátok, hogy bekerült alája a 4 PG összeadó, illetve a PCL áramkör, és akkor lefuttatom a szintézist. Ha minden igaz, akkor egyetlen egy warning kellene megjelenjen, egy ilyen sárga színű figyelmeztetés, hogy a P nincsen bekötve.
Van is egy sárga felkiáltójel, megnézem a warningoknál, és azt mondja, hogy unconnected, output port, payoff, component, PG összeadó. De ettől mehetünk tovább, mert tudjuk, hogy ez így kell legyen. Ő figyelmeztet, hogy nehogy elfelejtsük bekötni. Most akkor most következne igaz, hogy UCF állományt adjunk ehhez a záramkörhöz, és feltöltsük az FPGA-ra. Itt most valójában csak az UCF-et fogjuk megcsinálni, mert online nem fogjuk tudni feltölteni az áramkört. Az UCF áramkört, vagy állományt User Constraint Create Timing Constraint segítségével kell megcsinálni. Ezt ha lefuttatjuk, igaz, akkor hozzáad egy ilyen PCL összeadó 4 bit nevű UCF kiterjesztésű állományt. Ez a User Constraint File, ez fogja tartalmazni a lábkiosztásokat. Elfogadom, hogy adja hozzá. Figyelmeztet, hogy nincsen órajelünk, de az nem is szükséges, mert egyelőre még kombinációs logikai áramkörökkel dolgozunk, és itt van a generált UCF. Na és akkor az UCF-nél mi a tennivalónk? Meg kellene keressük, igaz? Pontosan, hogy milyen portokat használjunk fel a mi áramkörünk. Elő kellene keresni azt a generál UCF-et, igaz, amit én megosztottam veletek a kétfalamon honlapján. Akkor úgy nézett ki, Igen. Akkor további bemenetek igaz a B számnak a megfelelő bitjei, B0, B1, B2, B3. Ez is 4 kapcsolóra kerül. Switch 4, switch 5, switch 6, és switch 7-re. Azt használjuk mind a 8 kapcsolót a fejlesztőlapról. És a kimenetek azok az S-bittek, a szummák. Ebből van S0, S1, S2, S3 és S4. És ezeket rákötjük a LED-re. Kezdjük a LED0-val, LD0, LD1, LD2, LD3 és LD4. Jó. Nos, akkor azt mondjuk, hogy present now, present the window. Ez mi? Share. Ez mi? Meg kellene jelenjen nektek az elektronika labornak a honlapja. Ez volt az óra? Vagy mi? Milyen óra? Ki csatlakozott még itt hozzánk? László és a barátnője szólt bele. Megvan az elektronika labor honlapja, látjátok? Itt van ez a Basis 2 100-250 General UCF. Innen tudom megkeresni a lábkiosztásokat. És arról volt szó, hogy kell nekünk... Onnan is meg lehet kapni, ha beírják, hogy Basis 2 és lábkiosztásokat. Jó, tehát kellenek ezek a switchek, és kell LED-ből 5 darab. Ezeket én át is másolom. Copy, ezt bezárhatjuk. És akkor a
projekt navigátorba Ctrl-V-vel bemásolom. Arra kell ügyelni, igaz, hogy lentről kezdődnek a kapcsolók felfele, és a LED-ek is lentről felfele, és akkor itt a netnél, igaz, át kell írjam a neveket, a LED 0 az az F0, pont úgy, ahogy nekünk az a schematikban volt, S1, S2, S3, itt pedig a pitch-ek, ezek kezdődnek, kicsi A-val jelöltem őket, és kicsi B betűvel A0, A1, A2, és A3, és következnek a B-k, B0, B1, B2, és a B3-as. Ezt lementem, Ctrl-S, és valójában már egy lépés maradt csak hátra. Programozatományt kell generálni. Generate programming file-ra. Ilyenkor mondják sit back and relax. Meg kell várni, hogy csinálja meg a programozatományt. Kell egy pici türelem, és már is megvan, ki van pipálva, generate programming file, megvan a bitállomány, configure target device, lehetne feltölteni az FPGA lapra az áramkört. Na most a... ez volt az első módszer, hogy megírtuk a két modulunkat, a PG összeadót, illetve a PCL-t, és utána pedig a Schematic Editor segítségével megrajzoltuk az áramkört. Látjátok, hogy a rajzolás az elég lassan megy. Ha lenne 10 ilyen modul, amit össze kell kötözgetni, akkor időveszteséggel jár. Létezik egy másik módszer, amit úgy hívnak, hogy strukturális leírásmód, ami VHDL nyelvet használva le tudja írni VHDL kóddal ennek az áramkörnek a felépítését, tehát megmondja, hogy mi mivel van, és hogy van összekapcsolva. Valójában ez a strukturális leírásmód mindegyik ilyen modult, amit mi használunk, igaz a 4 PG összeadót plusz a PCL, tehát 5 modult, meghívja egy-egy sorba. Na most ahhoz, hogy ezt el tudjuk végezni, igaz, mindig előttetek kell legyen ez a kapcsolási rajz. Van egy PG összeadó, van egy PCL modul, az első dolog az, hogy ezeket kell deklarálni külső komponensként. Pontosan úgy, mint a programozási nyelvekben, hogyha egy header állományban van egy valamilyen függvény, annak a prototípusát meg kell adni, tehát meg kell mondani, milyen bevenetei vannak, miket térít vissza, akkor meg lehet hívni. Ezt a VHDL nyelvben komponens deklarációnak nevezik. Nézzük meg, hogy lehet ezt megvalósítani. Létrehozunk egy új VHDL állományt. New source, VHDL modul, és az lesz ennek a neve, hogy PCL strukturális. Jó, hogy a neve is mondja, hogy strukturális leírás módban van megvalósítva. A bemenetek és a kimenetek, azok egy az egybe azok lesznek, amik IO markerek voltak a kapcsolási rajzunkban, és amit az UCF-be is megadtunk, igaz? A két összeadandó szám, A0, A1 bitje, A2, A3, és utána pedig a B szám, B0, B1, B2 és B3-as bitje. Megvan a két bemeneti számunk, ez 8 bemenet, igaz? Összesen, és akkor jönnek a kimenetek, ezek a szummák. Summa 0, summa 1, summa 2, egyszer beírom őket, utána majd átállítom, hogy kimeneti portok legyenek.
szumma 3, és kell még egy szumma 4-es. Igaz, ezek az S-ek, ezek mind kimeneti irányúak, tehát a directionnél kiválasztom azt, hogy out. Oké, tehát megvan S0-tól S4-ig, megvan A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3. Tehát ugyanazt a modult csináljuk valójában meg, mint az előbb. Csak most programozni fogjuk. Meglett ez a PCR strukturális, na most annyit csinálok, hogy ne zavarjon. Ez lesz itt a top modul. Igaz, mert most ezzel dolgozunk. A schematik az ott maradhat. Bekerült ide ez a PCL összeadó 4 bites UCF, ezt majd kicseréljük, mert kell csináljunk ennek is egy saját UCF-et. Az entitás részt az kigenerálta nekünk a Xilinx felhasználói felület, felsorolta azokat a portokat, amiket bementünk, amiket beadtunk a táblázatba, és akkor itt figyelem, az architektúra beginje előtt itt kell megtörténjen a komponens deklarálás. Komponens deklarálás az nagyon egyszerű, mert veszem a PG összeadót, és kimásolom az entitás részét. Ezt a pár sort igaz, ami tartalmazza a portot, és egész odáig, hogy end PG összeadó. És bemásolom ennek a strukturális leírás módnál igaz a begin elé. Jó, és az entitást, igaz, nem lehet csak egy entity egy ilyenbe, azt kitörlöm, és azt írom be helyette egy komponent. Komponent kulcsszó az, amelynek segítségével egy külső komponens lehet deklarálni, és az endnél is ezt a PG összeadót át kell írni komponentre. Ezzel mi megadtuk a PG összeadó külső modulnak a mondjuk fejlécét, a prototípusát, tehát hogy hogy néz ki, milyen bemenete és kimenetei vannak. Ugyanezt meg kell tegyem a PCL áramkörrel is, ennek is veszem az entitás részét, kimásolom, és behelyezem ide, még mindig a begin előtt vagyok. Látszik, tehát itt kezdődne csak az architektúra leírása, és akkor itt is az entity-t átírjuk komponentre, és az end PCL-t is átírjuk end komponentre. Sikerült követni eddig? Ahó! Látom, most már vagyunk 7-en itt. Nézzük meg Menyhárt, Hunor. Őket is még ide a jelenlétbe érdemes lenne beírni. Most mondja, Menyhárt, Hunor jelen van. Tolvaj László István is jelen van. Azt mondja, Tolvaj, itt van jelen. Oké. Na most, visszajöttünk ide a Xilinxbe. És akkor még egy sort kell ide beírjunk, valami segédváltozókat fog kelleni deklarálni. Ránézzünk még egyszer erre a schematikra. És a schematiknál látszik az, hogy például az első ilyen PG összeadót megvizsgáljuk. Ennek a bemenetére A0-t, B0-t, egy 0-st adunk. A kimenet az egy summa 0 kimenetre kerül. Viszont ez a P meg a G, ez a levegőben marad, és ezt a G-t kell használni majd, hogy a PCL modulnak átadjuk. Ugyanezt történik a második PG összeadónak a P és a G moduljával is.
Ezeknek segédváltozókat kell deklarálni, hogy tároljuk az értéket, hogy át tudjuk adni egyik komponenstől a másiknak. Ugyanaz van itt a P2G2-vel, ugyanaz van a P3G3-mal, és ugyanaz van ezekkel a túlcsordulásokkal, a carry 0, carry 1 és a carry 2-vel. A carry 3-ra nincs szükség, mert az egyből a szumma 4-es kimenetre megy. Tehát ezeket a P és G-ket, illetve a carry-ket én segédváltozóként fogom deklarálni, és pedig lenne ezzel a sorral, hogy szignál, és fel kell soroljam őket. P0, G0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, és akkor jönnek ezek a kerik. Keri 0, keri 1, keri 2. Mindegyiknek a típusa standard logikai változó, mert egy-egy bittet kell tároljanak. STD logic. Ezzel nagyjából meg is vagyunk. Hát csak a komponens hívásokat kell beírjuk, és ez már a begin és az end közé fog kerülni. Az architektúra begin és az end jel között lesznek a komponens hívások, és előtte megtörtént igaz a komponens deklarálás. Első komponens deklarálás, második komponens deklarálás, illetve a segédváltozók deklarálása. A segédváltozóknak pont ugyanazokat a neveket használtam, mint a PCL modulnak a bemenetei, illetve a kimenetei, mert így akkor nem lehet őket összetéveszteni. Na most hogy néz ki egy komponens hívás? Elnevezem ezeket a komponenseket unitoknak. Amikor ilyen VHDL testbenchet készítettünk a szimuláláshoz, igaz, akkor unit under test nevet viselt, UUT. Most az egyszerűség kedvéért legyen ez unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, és a PCL legyen a unit 5. Úgy fogom őket jelölni címkével, hogy U1, U2, U3 és U4. Unit 1. A unit 1 az egy PG összeadó. Utána jön a portmap parancs. A portmap parancs annyit jelent, hogy a portoknak a térképe. A portmap parancsba, a zárójelbe szépen vesszőkkel elválasztva, meg kell adjam pont ilyen sorrendben, ahogy itt a komponens deklarációban van, az A-t, a B-t, a kerint, a szummát, a P-t és a G-t. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 értéket. Tehát A, B, kerint, szumma, P, G. Kommentként ide akár fölülbe is írhatnám. Meg kell adjam az A-t. Meg kell adjam a B-t, peri int, szummát, P-t, G-t. Nagyon arra kell figyelni, hogy a sorrendet ne cseréljük fel. Tehát ahogy itt a külső komponens deklarálva van, pont ebbe a sorrendbe kell megadni a változókat a portmapnek. A változókat pedig innen a rajzról nézem meg. A az az A0, B az a B0, kerin az 0, szumma az lesz szumma 0, P, P0 és G, G0. Kezdem ide beírni. Azt mondom, hogy A helyett A0, B helyett B0, carry in helyett egy 0-st kell beadjak, apostrofok között, igaz, mert ez egy bit, ilyen pár csináltunk a múlt héten is. Summa az a summa 0. P az a P0. És G az a G0 változó. Okay, ezek a summa 0, A0, B0, ezek portok az entitásba, tehát ezek a bemenetek A0, B0, summa 0 pedig egy kimenet. A többiek, tehát a P0, G0, azok segédváltozók, amik itt vannak deklarálva. Most akkor ennek a mintájára, unit 2,
Ez lesz a második PG összeadó, megadom a nevét. Port map. Oké, és akkor ide is jöhetnek szépen a változók. Megnézzük a schematikon. A második PG összeadónak a bemenete A1, B1 és carry 0. És a kimenete summa 1, P1 és G1 lesznek. Tehát A1, B1, carry 0, summa 1, B1, G1. Zárójel bezárva, itt rendezzük úgy, hogy kerüljenek szépen a értékek egymás alá, sor végére pontos vesző. Akkor a unit 3 az hasonló, mert az is egy PG összeadó. Én megnézzük a schematikon, ez lesz a unit 3, igaz? A2, B2, carry 1, summa 2, P2 és G2. Tehát jön A2, P2, carry 1, summa 2, P2, G2. Még egyszer kiemelem, hogy itt nagyon-nagyon fontos a sorrend. Unit 4, már kellene, hogy is mondjátok, hogy hogy van. PG összeadó, port map, meg se kell nézni már a rajzot majdnem, igaz? Hát a negyedik összeadó A3, B3, carry 2, summa 3, P3, G3. A3, B3, carry 2, summa 3, P3, G3. Az utolsó, az a unit 5, ez lesz a PCL modul. PCL modulnál is figyelembe kell venni, igaz, itt ezt a sorrendet. Először a GP, 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 egészen 3-asig, és utána a kerik. Igaz, és itt a könnyű dolgunk van, mert G0-ra G0-t kötöttünk, P1-re P1-et, P2-re P2-t, és így tovább, igaz, a segédváltozókat pont úgy hívják, amiben ezeket az értékeket tároljuk, mint a PCL modul bemenetei, illetve a kimenetei. És akkor azt mondjuk, hogy PCL, port, map, és jöhet így sorrendbe, tehát G0, P1, G1, G1, P2, G2, P3, G3, carry 0, carry 1, carry 2, carry 3. Oké, na most a carry 3, én ide beírtam, de a carry 3-nál van egy trükk, igaz, mert a carry 3-as, az nem megy a carry 3-as segédváltozóba, hanem direkt az S4-es IO markerre megy. Hát azt jelenti, hogy itt az utolsó érték, carry 3, nem is definiáltunk carry 3-as segédváltozót, az egyenesen az S4-re megy. Nincs értelme egy segédváltozóba tárolni. Engedő, pontos lesz, hogy tegyek. És ezzel megvolna a strukturális leírásmód, tehát a rajz helyett igaz, mi valójában itt 5 sort írtunk, az összes többi az másolgatás, igaz, mert a komponens deklarációt átmásoltuk, a másik komponens deklarációt átmásoltuk, és definiáltunk még valami segédváltozókat, tehát 6 sort írtunk be mi igazából
kódként, le lehet menteni, és akkor, ha visszajövünk a design ablakba, az UCF-nek a tartalmát azt lementhetjük, mert ez meg fog felelni, mert ugyanazok a bemenetek és kimeneteink vannak, de maga az UCF-et azt kidobjuk a projektből, és akkor ezt a PCR struktúrálist lehet szintézis alá vetni. Ha minden igaz, akkor meg kellene jelenjen, hogy helyesen végeztük el a szintézist. Van egyetlen egy warning, ugyanaz, mint a schematic esetében, hogy signal P0 is assigned, but never used. Tehát, hogy mi ezt a P0-s segédváltozót, amit deklaráltunk, igaz? P0 hol van? Ez a P0 jel, ez nincs használva, igaz? Mert ide egyik hívásba se kellett használjuk, azért, mert a képletekben nincsen benne a P0. Ezt figyelembe vesszük, és azt mondjuk, hogy mehetünk tovább. Azt mondjuk, hogy user constraint, create timing constraint, megcsináljuk a lábkiosztást, a megkötéseket a lábkiosztásra vonatkozóan. Yes. Oké. Okay. Igen, hamar nyomtam meg az okét. Megjelent a PCR strukturális UCF, és ide bemásolom a másik UCF-nek a tartalmát. Bementem. És nyugodtan lehet ebből is programozó állományt generálni. És akkor ennek a mintájára elvileg meg lehet írni bármelyik VHDL modulnak, vagy bármelyik szkematiknak a megfelelő VHDL modulját. Nézzük meg, hogy lefut-e sikeresen. Igen, lefutott, megvan a programozó állomány, configure target device, és fel lehetne tölteni az FPG áramkörre. Na most, ha ezt így végigcsináljátok, akkor elviekben bármelyik áramkört meg tudjátok valósítani kétféleképpen. Meg lehet valósítani egyrészt schematic editorban, tehát megrajzolva a kapcsolási rajzot, és talán egyszerűbb, vagy gyorsabb, de biztos, hogy gyorsabb, meg lehet írni strukturális leírásmódban is. Tehát, hogyha megvan a kapcsolási rajzotok, akkor annak alapján a strukturális leírásmódot aránylag egyszerű megvalósítani. Most a ti feladatotok az lenne, hogy készítsétek el ezt a 4 bites párhuzamos átvitelű logikájú összeadó áramkört, és házi feladatnak marad az, hogy készítsétek el a multorai 4 bites soros összeadó áramkörnek is a megfelelő strukturális leírásmódját, illetve házi feladatnak marad az is, hogy a 4 bites kivonó áramkörnek is készítsétek el a strukturális leírásmódját. Ezeknek mind a kettőnek meg kell nektek legyen a szkematikotok, igaz? Tehát a kapcsolási rajz az adott, mert azt megcsináltuk múlt héten laboron. Igaz, van egy fél összeadó, egy 3 darab teljes összeadó, össze vannak kötve, talán az még egyszerűbb is, mert nincsen csak 4 ilyen unit hívásotok. És a kivonó áramkörbe pedig bejön a 2-es komplement számító modul, tehát ott 5 modult kell összekössetek, tehát az egyikben 4 sort, a másikban pedig 5 sort kell ti maga az architektúrába írjatok, és persze a fél összeadó meg a teljes összeadót az előző projektekből elő lehet venni. Ne felejtsétek el, igaz, hogy azt hozzá kell adni a projekthez, és utána deklarálni kell komponensként. Kérdések, ha vannak, ha valami nem
nem tiszta. Nincsen, elvileg. Ez hova lesz feltöltve, amit most tetszett? Hát én ezt most le fogom menteni, ezt a beszélgetést, ezt az egész videót, és ez valahol meg fog jelenni nekem a Google Drive-omon, és megpróbálom belinkelni az elektronika labornak a honlapjára. Jó, de mi arcunk is benne lesz? Hogy mondod? Kérdem, a mi arcunk is benne lesz? Nem, a ti arcotok nincsen benne. Rendben. Tehát elviekben csak az van, amit ti láttatok. Mert ez engem filmez, és azt, amit én megosztok veletek. Jó, így az elektronika labor honlapját, tehát például, hogyha itt megnézzük, igaz, ide a digitális elektronika 2-höz, ez lesz ma, ez a VHDL leírás típusok. Tehát elviekben ide tartozik ez a mai lecke. Ebben van itt leírva nagyjából, hogy néz ki a strukturális leírásmód. Funkcionális leírásmód. Minden, amit eddig programoztunk, az funkcionális leírásmód volt, és ezek a portmappes leírások, ezek a strukturálisak, és akkor, ha megvan a videó, akkor ide az elektronika labor honlapjára fogom belinkelni, és onnan mindenki fogja majd mondom, hogy mindenki fogja tudni használni. Rendben van. Jó, és akkor ennek a mintájára két házi feladatot várok. A soros 4 bites összeadónak, igaz, a VHDL modulját strukturálisan megírva, és a kivonó áramkörnek a megfelelő VHDL modult, ugyancsak strukturális leírásmódban. Rendben van? Rendben. Oké. Hallám itt valaki, mit írt? László István Tolvaj, azt mondta, hogy nincsen semmi kérdése. Jó. Köszönjük. Ha nincsenek kérdések, akkor itt megállunk. Én itt hallások, hogy hol kell megnyomjam, hogy stop recording, és akkor kövessétek, fel fogom tölteni a filmet. Jó, rendben. Köszönjük szépen. Na viszlát, sziasztok! Viszontlátásra. Bármilyen kérdés van, e-mailbe nyugodtan kérdezgethettek.